egy embernek engedetlensége miatt. Mindnyájan bűnössé váltak. Egynek engedelmességéért meg is igazultak. Mind halálig tartó engedelmességével Jézus beteljesítette a szenvedő szolga feladatát, aki odaadta életét engesztelő áldozatul. Noha sokak vétkét hordozta, megigazultakká tesz, mivel gonoszságaikat magára vállalta. A zsoltáros ezt mondja, pedig az ember nem válthatja meg magát, senki sem adhat Istennek váltságdíjat magáért. Igen, drága lelkének váltsága, soha meg nem fizetheti, hogy örökké éljen, és ne jusson az enyészetre. Maradjunk Jézus mellett ebben az órában, aki ezt mondja mindannyiunknak. Engedd, hogy megváltsalak. Engedd, hogy megváltsalak. Imádjuk arcodat, Jézus, imádjuk arcodat, Jézus, imádjuk arcodat, Jézus, imádjuk arcodat.
Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldenek. Hányszor volt, hogy egybe akartam gyűjteni gyermekeidet, ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de nem akartad. Meglátjátok, elhagyott lesz házatok. Mondom nektek, nem láttok többé, míg el nem jön az idő, amikor ezt mondjátok. Áldott, aki az Úr nevében jön. Tekinteted Jeruzsálem felé forduló emberfia, ahol majd a bűnösök kezére adatol. Én pedig védkeimre visszapillantván, nem akartalak követni az üdvösség útján. Első vámat melyet kezdettől fogva az alkotó szőr számomra. Elszakadtam, azóta mezébe lehűlt eszem. Langyos alásba öltöztem, melyet számomra kígyó szőr tanácsaival és szégyen kezem. Rátekintette a gyümölcs a szépségére, és semmiben megcsaladtam. Én sem válaszoltam, Uram, amikor nevedet szólíthattam. Azóta mezben ülfekszem, és szégyenkezem. Beszennyeztem testemnek köntösét, és sem acskoltam üdvözítő a bennem lévő képedet és hasonlatosságodat. Bőrköntös volt nekem a bűn, mely megfosztottam az elsőtől, melyet Isten készített számomra. Amikor közelebb érve megpillantotta a várost, megsiratta. Bár csak te is felismernéd, mondta, legalább ezen a napon, ami békességedre volna. De el van rejtve szemed elől. Jönnek napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít, és mindenfelől ostromol. Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falaid közt élnek, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét. Miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos szavamtól? Istenem, kiáltok naphosszat, Istenem, hallgatsz rám. Kiáltok éjjel, és nincs nyugodalmam. Te pedig szent vagy, szentélyed a te néped dicsősége. Benned bizakodtak atyáink, bizakodtak, és te őket megmentetted. Hozzád kiáltottak, és megszabadultak. Nem vallottak szégyent, mert benned bíztak. Én azonban féreg vagyok, nem ember, embernek szégyene, akit a nép megvet. Aki csak rám néz, mind nevet, elhúzza száját, fejét ingatva, mondja, az Úrban remélt, hát mentse meg, szabadítsa meg, ha úgy szereti.
Te hoztál ki engem az anyaméhből, már anyám keblén te voltál reménységem. Te rád hagyatkoztam, amióta élek, te vagy Istenem anyám ölétől. Ne légy tőlem távol, mert itt a szenvedés, és nincs, aki segítsen. Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad. De ha elhal, sok termést hoz. Aki szereti életét, az elveszíti. De aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya. Megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet. Erre szózat hallatszott az égből, megdicsőítettem, és ezután is megdicsőítem. A nép, amely ott ácsorgott, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek, angyal beszélt vele. Jézus megmagyarázta nekik. Nem miattam hallatszott ez a szózat, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal hal meg. Körülvesz engem számtalan tulók, básáni bikák rohannak rám, rám tátják szájukat prédáló üvöltő oroszlán módjára. Mint a kiöntött víz, olyan lettem, minden csontom szerte hullott, szívem, mint a viasz, megolvadt bennem. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Kutyák falkája ólálkodik körülöttem, gonosztevők serege zár körül. Átjuggatták kezemet, lábamat, megszámlálhatom minden csontomat. Ők meg csak bámulnak, rajtam mulatnak, elosztják maguk közt ruhámat, és köntösömre sorsot vetnek. Te azonban, Uram, ne maradj távol, erősségem, siess segítségemre. Ments meg a kard élétől, ragadd ki lelkem az ebek karmai közül. Szabadíts ki az oroszlán torkából, a bikák szarva elől engem nyomorultat. Hadd hirdessem nevedet testvéreim előtt, a gyülekezetben hadd áldjalak. Ezután kiment, és szokása szerint elindult az olajfák hegyére. A tanítványok is elkísérték. Amikor odaért, kérte őket. Imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. Aztán odébb ment, úgy egy kőhajításnyira, és térdre borulva imádkozott. Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába,
és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Aztán abba hagyta az imát, és visszament a tanítványokhoz. Azok közben elaludtak bánatukban. Rájuk szólt: miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. Jézus szokása szerint elindult az olajfák hegyére. Ez a kifejezés, hogy szokása szerint, hangsúlyozza, hogy nem az elrejtőzködés szándékával ment ki, pedig tudta, mi következik, hiszen megjövendőlte Júdás árulását és Péter tagadását, és kijelentette, hogy be kell következnie annak, amit az írás róla mond. A gonosztevők közé számítottak, sorsom beteljesedik. De amikor felajánlják neki a két kardot, titokzatosan csak ennyit mond: elég. A szokásos imádság, amely helyhez és időhöz kötődik, végtelen nyugalmat ad az embernek akkor, ha megtanulta, hogy minden más teendő fölé helyezze. Nekünk ilyen szokássá kell, hogy váljon, s akkor a legsötétebb éjszakában sem a rémület, hanem a bizalom lesz majd úrrá rajtunk. Uram, taníts meg engem is erre, hogy minden este, akár jól megy sorom, akár rosszul, akár bűnösnek érzem magam, akár bűntelennek, szokás szerint kimenjek az én gecemáni kertembe, amely vérrel verejtékezésed óta a győzelem és a vigasztalás helye lett. Uram, a mélységből kiáltok hozzád, hallgass meg, amikor hívlak téged. Uram, a mélységből kiáltok hozzád, hallgass meg, amikor hívlak téged. Uram, ne fedj meg felindulásodban, és ne büntess haragodban, mert nyilaid belém hatoltak, és rám nehezedett kezed. Nincs testemen épp hely, mert haragszol én rám. Nincs nyugta csontjaimnak, mert sok a vétkem. Gonoszságaim fejemre gyűltek, súlyos teherként nehezednek rám. Uram, a mélységből kiáltok hozzád, hallgass meg, amikor hívlak téged. Üszkösödnek gennyed sebeim oktalanságom miatt, nyomorúságomban meggörnyedtem, naphosszat szomorúan járok kelet. Ágyékomat gyulladás gyötri, nincs testemen semmi épség. Elgyöngültem és levert vagyok, keserűen jajgatok szívem fájdalmában. Uram, a mélységből kiáltok hozzád, hallgass meg, amikor hívlak téged. Uram, előtted van minden kívánságom, nincs elrejtve előtted sóhajom. Reszket a szívem, elhagy az erőm, elhomályosul szemem világa. Barátaim és szeretteim dermedten állnak bajom előtt, rokonaim messze maradnak, csapdát állítanak, akik vesztemre törnek. Rossz akaróim álnokul szólnak, és egész nap cselt szőnek ellenem. Uram, a mélységből kiáltok hozzád, hallgass meg, amikor hívlak téged. Eljöttem az
atyától, és idejöttem a világba. Most újra elhagyom a világot, és elmegyek az atyához. Íme eljön az óra, sőt már itt is van, amikor elszélettek mindenki az otthonába, engem pedig magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békességtek legyen bennem. A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot. Én meg mint egy süket semmit sem hallok, mint egy néma nem nyitom föl számat. Olyan vagyok, mint aki nem hall, mint aki nem tud válaszolni. Mert, Uram, én benned remélek, meg is hallgatsz, Uram Istenem. Így szóltam ugyanis, rajtam senki ne nevessen, és ha lábam tántorul, senki se dicsekedjék. Mert bár a bukás küszöbén állok, a szenvedés nem marad el tőlem. Ezért gonoszságomat őszintén megvallom, és bánkódom bűneim miatt. Ellenségeim azonban erősebbek nálam, és sokan vannak, akik gonoszul gyűlölnek engem. Rágalmaznak, és a jóért rosszal fizetnek, mivel mindig a jót akarom. Ne hagyd magamra én, Uram, Istenem, ne távozz el tőlem. Siess, oltalmaz engem, Uram, én menedékem. A lélek sötét éjszakája nem tisztíthatott semmit azon, aki bűn nélkül való, és róla joggal írhatta János. Istent nem látta soha senki, az egyszülött fiú nyilatkoztatta ki, aki az atya ölén van. Sőt, ő maga is így szólt. Senki sem ismeri az atyát, csak a fiú. Mégis milyen felfoghatatlan misztérium, neki is át kellett mennie a halál sötét völgyén, hogy tanítványait újra és végérvényesen összegyűjthesse. A Hóreb felé vezető úton, a nagy pusztaságban, a lélek sötét éjszakájában minden szörnyűség megtörténhet velünk, de ha hitben kitartunk, biztosan megtanulunk imádkozni, és ezért az egyért minden megérte. Panaszom még ma is keserűen hangzik, súlyosan ránehezül kezes sóhajomra. Ó, legalább tudnám, merre találok rá, hogyan juthatnék el a trónusa elé. Magam képviselném előtte ügyemet, s bizonyítékokkal volna tele a szám. Legalább megtudnám, mit válaszol, és amit mond, azt elfogadnám. Egész hatalmával perelne velem, nem, de legalább meghallgatna. Igaz ember szállna vele perbe, a magam perében győzelmet aratnék. Ha keletre nézek, akkor nincs ott, s ha nyugatra megyek, arra sem látom. Akkor sem látom, ha északon keresem, s ha délre fordulok, nem látom ott sem. De hisz ismeri mind az útjaimat, és ha próbára tesz, aranynak minősít. Lépésről lépésre követte a lábam, megtartottam útját, nem tértem el tőle. Nem távolodtam el ajka parancsától, szájának szózatát keblemben őriztem. Amit határoz, ki tud azon változtatni, keresztül visz mindent, amit csak akar.
így a sorsomat is beteljesíti, sok eféle dolgot forgat elméjében, azért rettegek úgy a színe előtt, ha csak rá gondolok, már is megborzadok. Isten volt, ki hagyta szívem elcsüggedni, félelemmel tölt el a mindenható, mert elrejt előre a sötétség, előttem meg homály fedi el a jelenlétét. Jézus szemét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, ahogy hatalommal ruháztat fel őt minden test fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön. Befejeztem a művet, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Hogyan lehet, Istenem, hogy ennyire átadod hatalmadat nekünk, embereknek? Azért lehet ez, mert általunk akarsz jelen lenni a világban. Hiroshimában tűz csapott le az égből, mert az atomenergiát is a kezünkbe adtad. És kezünkbe adtad az élet forrását is, tehát megölhetjük a magzatokat. Van rá hatalmunk. És mégsem te vagy az oka háborúinknak és gyilkosságainknak, hanem csupán mi, akik megkérdezésed, parancsod, akaratod ellenére cselekszünk. Ó, bűnös lelkem, kihez hasonlítsalak téged, ha csak nem Káinhoz, testvérének gyilkossághoz, hiszen gonoszságaiddal megkövezted a testet, és megölted az értelmet esztelen indulataid által. Egyedül elnyitottad meg a te Istened haragjának csatornáit, ó, életem! És mint a földet elárasztottad testedet, tetteidet és egész életedet, és a szabadító márkán kívül maradtál. Te veszél általunkat, Jézus nem hagyta el tanítványait. Aggódott értük, velük törődött ebben a ráváró nehéz órában is. Csak egy kőhajításnyira távolodott el tőlük, hogy visszamehessen hozzájuk. Mert az örök pásztor megveretésének sötét órájában sem hagyja el juhait. Nem hagyja őket magukra, és nem fut el,
mert ő pásztoruk, nem pedig béres. A szenvedés általában elválaszt bennünket szeretteinktől. A szenvedés önmagában értéktelen. Önzővé és magányossá tesz, és senkit sem nemesít meg. Egyedül a Krisztus módjára vállalt szenvedésnek van igazi közösséget, egyházat létesítő ereje. De mi az a krisztusi szenvedés, amit szeretetből másokért vállalunk? Jézus egyedül virrasztott az éjszakában. Ekkora sötétséget, a félelmetesen közelgő veszélyt az apostolok nem bírták elviselni ébren. Nem a lustaság és a közömbösség volt ennek az álmosságnak az oka, hanem a szomorúság. Bántotta őket a mesterükre váró szenvedés. De maguk miatt és önző számításaik meghiúsulása miatt is szomorúak voltak. Vajon Isten meghamisítja-e a jogot, s a mindenható elcsavarja-e az igazságot? Éretted, ha Istent híven keresed, s a mindenhatót kérleled,
érted csak hamar felserken, és helyreállítja hajlékodat igazságod szerint, olyannyira, hogyha előbbi dolgait csekélyek voltak, majd annál inkább gyarapszanak az utóbbiak. A nyomorultat a nyomorúság által menti meg, és a sanyargatás által nyitja meg fülüket az Isten. Téged is kivezet a nyomorúság torkából tágas helyre. Jézus emberi akaratával most mást akar, mint az Atya, tehát értelmével is mást lát. Az ő emberi értelme és akarata sem tudja átfogni Isten értelmét és akaratát, csak is egy módon. Úgy, hogy elhatározza, mégse az ő akarata teljesüljön, hanem az Atyáé. Ez pedig nem más, mint a hit, mégpedig a legerősebb, legnagyobb hit, amely megjelent a földön, telve bizalommal és szeretettel. Ez a szeretet teljessége, amikor két akarat egyesül. Uram, neked adom szívem, szerelmed legyőz engem. Uram, szeretem kereszted, Uram, szívedben élek. Uram, szeretem kereszted, szívedben élek. Könnyekből én, ándorolok én, s az bővíző forrásom megyesz. Menek tovább, egyre följebb már, könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert ők a tieid. Mindaz, ami az enyém, a tiéd, és ami a tiéd, az enyém, és én megdicsőültem bennük. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Közöltem velük igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, ahogy én sem vagyok a világból. Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Urunk a tanítványoknak utasítást is adott. Imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek.
mert ismerte övéit és tudta, hogy a most következő igazi messiási idők megpróbáltatásait, a nagy kísértést csak egyetlen feltétellel lehet kiállni, ha imádkoznak. A kísértésben nem szabad abba hagyni az imádságot, mert az imádság megszakadása olyan, mintha mi magunk szakítanánk részt a városfalunkon az ellenségnek. Maga az állandó imádság a menekvés, és nincs lehetőség a szabadulásra. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok, imádságom jusson színed elé, hajlítsd füledet kérésemre, mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához, a sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet hajtotta. A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik, akinek már emlékeit sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből, a verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába, rám nehezedett súlyos haragod, örvényeit fölöttem összecsapnak. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük, fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kíntól, Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom. Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak, vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Szenteld meg őket az igazságban. A Te igéd igazság. Ahogyan engem a világba küldtél, úgy küldtem őket én is a világba. Én igaz atyám, a világ nem ismert meg téged, de én ismerterek téged, és ők is megismerték, hogy Te küldtél engem. Megismertettem velük a nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én ő bennük. Jézus nem a saját gyógyulására, hanem az egész emberiség gyógyulására emelte ajkához ezt a kelyhet, és ezért, bár lelke mélyén ott volt a bizonyosság, hogy mindez az Atya nevének megdicsőítésére és üdvözítő akaratának teljesítésére van. Egész teste reszketni kezdett, és halálfélelem gyötörte. Ha a bűn nagyságát akarod szemlélni,
tekints a vérrel verítékező Istenemberre. Az ismeri meg a bűn mélységét, de egyben Isten irgalmas szeretetét is, aki a halálra tusakodó, vérrel verítékező Isten arcot szemléli. Ahol szeretet és jóság, ott van Istenünk. Ahol szeretet és jóság, ott van Istenünk. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell érnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, szerette őket mind végig. Ahol szeretet és jóság, ott van Istenünk. Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Ahol szeretet és jóság, ott van Istenünk. Ha te hát én az Úrra este, megmostam lábad fogad, én ráthattam, hogy amit én tettem, ti is segíted meg. Ahol szeretet és jóság, ott van Istenünk. Aki közeled nagyobb akar lenni, legyen a ti szolgálatod, s aki első akar lenni, legyen a cselédetlen. Ahol szeretet és jóság, ott van Istenünk. Ha nem mosod meg a lábadat, nem leszel közösségben velem. Most még nem érted, amit teszem, bajt akart, ha megteszem. Ahol szeretet és jóság, ott van Istenünk. Úgy vagyok közeled, mint aki szolgál, nem azért jöttem, hogy engem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak, és hogy életemet adjam megváltásodokért. Azért teszem ezt, hogy a szeretet bennetek legyen. Ahol szeretet és jóság, ott van Istenünk. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátainak.
Ez a pillanat megváltásunk pillanata. Ez az üdvösségtörténet legmagasabb pontja. De nézz föl erre a vértől mocskos arcra. Nézzed, mibe kerültél az Isten embernek. Nézz le a földre, a füvekre, a virágokra, a sziklára, melyeket az üdvözítő vércsepjei borítanak. Senki nem nyúlt Jézushoz. Nem csattant még hátán az ostor, nem verték még fejébe a gúnyból készített töviskoszorút, s íme már kiserkent a vér, mely eltöröl minden bűnt. Ezt a bíborvért nem az erőszak és a gyűrület préselte ki az áldott, az egyetlen, az igaz szőlőtőből, hanem a szeretet. Nincs a földön nagyobb jele a szeretetnek, mint Krisztus vére. De nem csak az irántunk való szeretet jelei ezen vércseppek, hanem az Atya iránti szereteté is. Lehetséges tehát így szeretni Istent az örök lélek hatására emberi testben. Hallgass rám, Uram, hozzád kiáltok, senki sincs, aki meg vigasztaljon. Szívem megindult bennem, lásd szorongásomat. Aztán a bot, amit ígértél. Kiáltsatok az Úrhoz, Szent Sion farait, patakként csorogjanak könnyeit Jeruzsálem. Most ki szívedet, mint a vizet az Úr színe előtt. Kelve kiálts az ébred, tört fejék az elmét. Gyermekeim bőne miatt lettem elhagyatott, mert elfordultak az Isten törvényétől. Nem ismerték fel parancsaim, nem jártak az ágon a szabott úton. Menjetek hát, gyermekeim, menjetek a magatok útján. Én megmaradok, elhagyatva egyedül. Levetettem a boldogság ruháját, és vezeklés önszorságba öltöztem. Én az örökké valótól várom szabadulásnakat. A szent már örömre is hangolt irgalmában. Ha lejött nem sokára, megmutat nektek is. Szabadítottok az örökké napot. Még beszélt, amikor íme Júdás a 12 közül az egyik megérkezett. Emberi kötelékekkel, a szeretet bilincseivel vonzottam őket. És vele nagy tömeg, kardokkal és dorongokkal a főpapoktól és a nép véneitől. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Mindez azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai.
Segítőm és oltalmazóm az Úr. Szívem benne remél, s ő megsegít engem. Akkor a tanítványok mindnyájan otthagyták őt, és elfutottak. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek, ahol én vagyok.